Ismét a stúdióból köszöntöm kedves nézőinket. A fölvezetésben úgy hangzott, hogy nemzetközi fesztiválra kapott meghívást Győrbe a Rajztanszék Kepes György vizuális műhelye, ahol a hallgatók munkáiból fotográfia címmel nyílik a Media Viven önálló kiállítás. A téma stúdió vendége pedig Bölcskei Miklós adjunktus a Rajztanszékről, aki egyben a tanszéken működő Kepes György vizuális műhely vezetője is. Tanár úr, először talán a Media Vivről kellene. Olvasson be bennünket, miről szól ez a fesztivál, mi ez a fesztivál? Media Viv, ahogy beszéltünk már róla, tehát ez a 14 éves fennállásának egy ilyen jubileumi rendezvénye. Győrhöz kapcsolódó esemény, ami egy nemzetközi művészeti fesztivál és egy elég rangos fesztivál eseménye a tavaszi fesztiválnak. Mozgóképről és állóképes kiállítások vannak ez alatt az idő alatt. Ez 23-ától május 15-ig tart nyitva ez a fesztivál. Fényírók fesztiváljának is szokták nevezni a szakmában, és hát azért annyit, mert szerényen fogalmazott róla, azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy az én ismereteim szerint Közép-Kelet-Európa legrangosabb fesztiválja ebben a témában. Kik fémjelzik ennek a fesztiválnak a szakmai rangját? Kik a szakmai irányítói ennek a... Rangos nemzetközi csapata van a bírálók között is, akik válogatnak az beérkezett anyagok között. Magyarok közül esetleg egy... Magyarok közül pont a fotográfia Eifert János, aki, és Balla Demeter, akik... Tanár úr, hogy kerültek oda az EGRI főiskolások? Mi ez az önálló kiállítás lehetőség? Mivel, hogyan, mi módon? Meghirdetnek minden évben egy pályázatot a Media Viv szervezői, amire várnak beküldendő anyagokat. És ide küldtük el a saját anyagainkat, fotogramokról van igazából szó, és mi is meglepetve kaptuk a hírt, hogy beválogatták az anyagainkat, és ott lehetünk ezen a nemzetközi eseményen. Ráadásul Eifert János elég jó szinten értékelte. Igen, én is úgy érzem, hogy nagyon tetszett neki az anyagunk. Mit jelent a fotográfia? Mi ez a munka? Fotogram, hát végül is egy nagyon egyszerű képalkotó mód, aminek a nyelvezete pont az egyszerűségénél fogva, ha az ember nagyon figyelmesen és érzékenyen bánik az eszközzel, akkor nagyon különös munkákat lehet készíteni vele. Nincs másról szó, fényérzékeny anyag van, fotópapírt használunk, és az árnyékképeket keresgéljük. És ezeket az árnyékképeket, ezeket rögzítjük. Tehát tulajdonképpen képalkotó eszköz nélkül, ha úgy tetszik, tudunk készíteni a képekről. Tehát nincs fényképezőgép, nincs objektív. Igen, nincs objektív, és egy olyan fajta érdekes szempontból látjuk a fotópapírra helyezett tárgyat, ahogy amúgy nem is láthatnánk, hiszen maga a tárgy takarja el a saját képét előlünk. Úgyhogy egy nagyon érdekes, az anyag felől látjuk a tárgyat, és a fotográfia tónusrendszerében, a nagyon gazdag tónusrendszerében, hogyha ízesen bánunk ezzel a nagyon egyszerű eszközzel. Tehát a fénnyel és az idővel van módunk befolyásolni a képalkotást. Ha jól érzékelem, akkor ez a fajta szemlélet, ez a fajta művészettárgyalkotás, ez nem csak nevében viseli a Kepes György vizuális műhely nevet, hanem magát ezt a fajta gondolkodásmódot, látásmódot veszi alapul. Igen, én is erre törekszem, tehát hogy mindenképp kísérletező munkákról van szó. Nagyon nehéz előre elképzelni azt, hogy is fog megszólalni a fotogram nyelvezetében a vetített kép, a vetített árnyékkép, és egy nagyon izgalmas technika, ami nagyon, nagyon egyszerű és nagyon izgalmas. Nagyon sok lehetőséget takar, és különös benne talán az is, hogy az egész fotográfiában ma milyen szerepe van a fotogramnak. Ugye digitális lehetőségek, évtizedeken keresztül arra törekedtünk, hogy a karcokat, a kis porszemcséket, az új lenyomatokat, azokat eltüntessük az anyagainkról. És a digitális technikával ugye teljesen steril képeket kapunk, és most, amikor ezeket az anyagainkat kidolgozzuk és a kiállításra készítjük elő, akkor most már szinte örülünk a mai világban annak, hogy ezekbe érezzük az anyagot,
az anyagságot, és elfogadjuk, és szinte örülünk is ezeknek a kis szöszmeszöknek, amikkel évtizedek keresztül csak a bajunk volt. Nagyon izgalmas új megközelítést vázol előttünk. Tanár úr, milyen úton jutott el idáig? Milyen előélettel lehet ebben a szakmában így módon gondolkodni, dolgozni? Hát a középiskola után csak ilyen mozgóképes környezetben dolgoztam. Végül is a filmgyártó vállalatnál kezdtem. Nagyon jól éreztem magam, mert nagyon izgalmas időszaka volt a 80-as évek filmkészítésének, amiben végül is részt vehetem, belekóstolhattam. Hát és ez utolsó egyetlen... nagy mohikánokkal dolgozhatott együtt. Hát igen, bár mint utolsó láncem, de nagyon sokat tanultam tőlük, azt hiszem ilyen látásmód a kísérletezésben mindenképp. És egy olyan gazdag időszak volt, amikor 20-30 játékfilm készült egy évben. Természetesen a tanulmányaira is adott emellett, nem csak az volt, hogy a filmgyárban dolgozott, hiszen a Képzőművészeti Egyetemen is végzett. Milyen szakon? Intermédia szakon végeztem. Ezt talán egy picit fejtsük ki, mert ez egy izgalmas terület. Hát, az intermédia szak az a 90-es évek elején indult a Képzőművészeti Egyetemen. Nagyon izgalmas szempontból tudomány, művészet, technika háromszögében belül helyezkedik el is az intermédia, és nagyon nyitott az újfajta médiatechnikákra és lehetőségekre, és ezeknek keresi az összekapcsolási pontjait, amíg akár visszakapcsolások is lehetnek a régi médiatechnikák felé. Módja nyílt arra is, hogy egy külföldi ösztöndíjjal is élhessen, és össze tudja hasonlítani kétfajta képzést is. Melyiknek mi az előnye? Igen, egy évet sikerült eltöntem Skóciában, Glasgow School of Art-on, ahol ugyancsak ilyen képzőművészeti fotográfiával foglalkoztam. A két képzés között nekem mindenképp a pesti, a Képzőművészeti Egyetem volt, ami többet adott és színesebb volt. Viszont a kinti az egy kicsit nyitott a világra. Másfajta képzés volt mindkettő. Azt hiszem, hogy mind a kettőben nagyon sokat tanultam. Nagyon sok lehetőséget akart mindkettő, és szerencsés voltam abban a szempontból, hogy eltöltettem ott egy éve. Térjünk vissza a hallgatókra, hogyan fogadják ők ezt a fajta szemléletet, látásmódot? Mennyire tudja bennük elhinteni ezt a kepesi látásmódot? Azt hiszem, ezt a fajta kísérletezést törekszem rá, hogy kedvet kapjanak hozzá. Szereti? Ez hol sikerül, hol nem. Mondjuk az elkészült anyagok kapcsán úgy érzem, hogy igen, van akivel szelíd harcok vannak a munkafolyamatok között, ilyen a konzultációk alatt, hogy mi kerüljön ki a kezünk közül, és sokszor kapom azt a választ, hogy de hát ez véletlen. Igen, hát nagyon sokszor a véletlen is szerepet kap a képalkotásban, ugye nem tudjuk előre, hogy milyen lesz ez a vetített kép, és nagyon izgalmasan a testnek a reflexei is, hogyha a testnek izgalmas fényvisszaverő felületei vannak, akkor ezek a reflexek is megjelennek a fotópapíron, és hát ezeket nagyon nehéz előre megjósolni, hogy milyen is lesz. Igen, én is azt mondom, hogy kísérlet és szerencse, de azt hiszem, hogy tudatosan keressük az ilyen véletleneket. Épp ezt akartam hangsúlyozni, hogy azért egy bizonyos fokú szintű szakmai tudatosság kell ahhoz, hogy a véletlenek megszülessenek. Hát, ezek elébe megyünk ezeknek, azt hiszem, keressük ezeket. Tanár úr, mit jelent a tanszék, a Kepes György vizuális műhely életében az, hogy most azért egy nemzetközi fesztiválon, egy országos megmérettetésen, nemzetközi megmérettetésen önálló lehetőséget kapott a társaság? Hát igen, nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, azt hiszem fontos pont a tanszék és az Egri főiskola életében is, hogy a művészeti közéletben így megjelenhetünk és részt vehetünk. Az is fontos szerintem a továbbiakban, hogy nem szabad úgy néznünk ezt a médiavívet, hogy eljutottunk ide, mint a hegymászok, megmásztuk és többet már nincs itt dolgunk. Azt hiszem, hogy ez, erről nem így kell gondolkodnunk, hanem bátran tovább kísérletezünk és játszanunk ebbe a fajta technikába, vagy bármely más technikába, ami ilyen kísérletező, a látvánnyal foglalkozó.
Tanár úr, sok sikert ez a kísérleti köszönöm munkához, szépen. És minél jobb szakmai elismerést a média víven, amelyről utólag is be fogunk számolni, hogy hogyan érezték magukat, milyen benyomásokat szereztek. Most lépjünk át együtt a nézőkkel egy másik világba. Eddig az alkotás világáról beszéltünk, most akkor a gyakorlati életbe következik az agrometeorológia.